Anya, hát ez szuper volt. Eddig ez a második kedvencem. A tengerpart volt az első kedvencem, ez pedig a második kedvencem. Ó, a harmadik kedvencem meg a repülőút volt. Hát valószínűleg azért, mert még más nem is csináltunk. Na, ide többet biztos nem jövünk. Ha mondjuk te is bulisztál volna, édesem, akkor megtudtad volna, hogy milyen jó lesz ez. Persze. Inkább fölkötöm magam, mint hogy én ott bulizzak. Édesem, már 40-en felül vagyunk. Hogy bulizhatnánk? Mert nem lehet. Na, öltözünk fel, aztán aludjunk, mert már mindjárt hajnali 2 van. Na, menjünk. Én is fölöltözöm, tessék, itt vannak a ruháitok, ti is öltözzetek föl, és aludjunk. Jó van, anya, már elmondtad ezerszer, most már tényleg alszunk. Édesem, többet nem. Ne te mondd meg, hogy mit csináljak. Hadd csináljak már én is néha azt, amit akarok. A gyerekeknek akarok jót, te meg mindig ellenezed. Jaj, hát mert te nem. Jó reggelt. Jó reggelt, édesem. Hány óra? Basszus, már 11 óra. Már rég el kellett volna indulnunk. Gyorsan keltsük fel a gyerekeket. Lili, jó reggelt. Jó reggelt, anya. Hol van Sandy? Gyorsan nézzük meg. Jó van. Hol lakik a pasia? Nem mindegy. Szerintem nézzük meg először lent, aztán nem tudom, az egyesen vagy a hármason. Jó van, nézzük meg akkor először a legeslegalsó szinten. Uramisten, uramisten. Jó napot kívánok! mi a baj? Mi a baj, tesó? Valaki megvért? Nem. Tudjátok, van az a fiú, akivel összeismerkedtem. Igen, édesem. Igen. Haza. Ő is csak itt volt a mamájával egy hétig. És most mentek haza. Ők igazából sokkal messzebb laktak innen. És soha többet nem fogom őt látni. Kincsem, semmi baj, nem kell sírni. Amúgy is már van pasid. Tudom, de azért mégiscsak szomorú vagyok. Semmi baj. Hidd el, vannak sokkal jobb pasik a világon. És egyébként is a mostani az sokkal jobb, mint egy. Na, de siessünk, mert már 11 óra van. Nem tudom, mióta vagy fönn, de most már nagyon sietni kéne. Vigye mindenki a táskáját. Raktam be szendvicset már tegnap. Nem tudom mikor, vagy tegnap előtt, már nem tudom, az se, na mindegy. Úgyhogy ma nem, most nem fogunk megreggelizni, mert már nem lenne arra időnk. Na, itt is vagyunk, a csodaszép természetben. Anyu, miért hoztunk ide egy évre elég táskát, vagy nem is tudom, egy évre elég cuccot, vagy hogy is mondjam. Itt fogunk lakni mostantól, vagy mi? Dehogy is, kislányom. Egy napot itt alszunk, szerinted hogy fogjuk kibírni? Anya, erről nem volt szó. Ó, hát akkor elfelejtettem mondani. Először megyek ki, megmutatom, hogy kell. Na, ezt a sisakot majd vegyétek föl.
És már kész is van. De hogy vegyük fel azt a sisakot, ha te már alapból oda vitted? Ó. Oh. Hát, akár itt is átjöhettek. Ja, igen, hát mondjuk egyszerűbb megoldás lenne. Ó, oh, itt van avokádó. Nem szabad megenni a természet gyümölcsét. Jól van, hát már úgy is leszettem, de mindegy. Jaj, de aranyos vagy, hát már meg is etted. Na jól van, míg ti csodáljátok a természetet, én addig gyorsan itt átszaladok. Apa, én itt félek, hogy leesek. Gyere, de hogy fogsz leesni? Én félek, hogy leesik. Kislányom, gyere szépen, nem fogsz leesni, majd ha leesel, megtartalak. Én fogsz szokodni, jól ottom. Én fogsz szokodni. Lilikém, gyere már, nem fog leszakadni alattad. De olyan magasan vagyunk. Nye, jó, már Lili, kérem, légy szíves. De jól van. Akkor én is jövök. Na. Akkor ezeket itt lepakolhatjuk. Itt fog kettő ember aludni, és itt fog még kettő ember aludni. Így, de most nem is az ágyazással akarom, hogy elmenjen az idő. Na hát itt van a mi kis zuhanyzónk, itt fog majd megfürödni. Itt van a WC. Hát itt lehet barkácsolni, de azt szerintem mi nem fogunk. És hát körülbelül ennyi. Még hoztam itt két gyertyát, hogy este ugye ne legyen annyira sötét. Mert hát mondjuk van itt villanyunk, de azt viszont nem tudtam. Hoztam innivalót, meg még szendvicseket, mint ahogy említettem. Ó, de kis otthonos. Anya, hogy fogunk megfürödni, hogyha nem osztunk törölközőt? Hát, kislányom, ne... Itt van a törölköző. Anya, most ki tudja, ki rakta oda azt a törölközőt? Most meglátsz egy törölközőt, amire lehet, hogy rápisíltek, vagy akár, mit tudom én, mérget raktak rá, de nem, mi azzal megtörölközünk. Jó lesz az, szerintem milyen annak, aki a természetben éli az életét? Vagy akkor, tudod mit? Akkor rázd le magadról a vizet, hogyha az jó. Jó van, anya? Na. Hát akkor dönts el mindenki, hogy hol alszik. Én az ágyon, én az ágyon. Én biztos az ágyon. Én nem alszok a földön. Én alszok a földön. Jó van, szerintem akkor én is alszom a földön. Akkor majd ti alszok az ágyon. Jó, az úgy tökéletes nekem. Ó, itt van zene is. Pont az hiányzott. Nem. Természetben nem hallgatunk zenét. A természet hangjait kell hallgatni. Halljátok ezt? Halljátok? Igen, anya, halljuk. Hát nem csodálatos? Jó van, anya, van egy tökéletes hely, ahol valószínűleg nem hallod a hangunkat. Ó, kislányom, nem mindig ezt használjuk, már egy kicsikét legyünk már közelebb a természethez, menjünk itt. Jó van, anya, én itt fogok menni, ez szerintem könnyebb. Itt akkor hallgathatod a természet hangjait. Itt egy kis majom! De jó ég, milyen aranyos! Hát, szia! Jó van, anya, itt szerintem közelről hallhatod a természet. Jó van. Na, hát akkor szerintem anya ott el lesz. Nem hoztunk telefont.
Nem, anyád amúgy is megharagudna. Nem hoztunk telefont. Ezt most én is ellenezem, vagyis hát miért hoztunk volna telefon? Most itt vagyunk a természetben, ki az, aki telefont hozna? Apu, én telefon nélkül nem bírom ki. Hát valahogy pedig ki kell bírnod. Tessék, itt vannak a szendvicsek. Hát anya nem tudom, hogy fog enni, mert ő nagyon el van foglalva a természettel. Úgy már nagyon éhes vagyok. Amúgy egy picit furcsa, hogy 11-kor reggelizünk, bár mondhatni már szendvicset ebédelünk, de mindegy is. Hát kislányom, nem én teltek róla, hogy ilyenkor ébredtünk. Tulajdonképpen de, én már felébredtem 9-kor, és 2 órán keresztül arra vártam, hogy ti is felébredjetek. Ó. Ó. Azt hiszem, a méhekek nem tetszik annyira, hogy mi itt vagyunk.